USS Donald J. Trump repülőgép hordozó. 9. Fejezet álomszekvencia 2 Delta Kukat Szöul, Dél-Korea 1. Epizód 2021. Október 25. A USS Donald J. Trump a csendes óceánon kötött ki valahol a koreai félsziget közelében, eddig túlélőink csoportja zárkában zárkóztak valahol a csatahajó egyik alsó szintjén, és arra vártak, hogy hadbíróság elé állítsák őket a nemzetközi katonai konfliktus idején elkövetett kötelességmulasztás vádjával. A bunker Zulu nagy érdeműi arról számoltak be, hogy nemzetközi előkelőségekből, helyi állampolgárokból és fegyveres szolgálat tagjaiból álló szélhámos csoportok ütköztek. Ellentmondtak a Vibe emelet Clean kampánnyal kapcsolatos állításainknak, mondván, hogy nem létezett ilyen kampány, és nem léteznek olyan lények, mint az Afflicted Things, vagy a mutáns buldogok, vagy bármely más lény, amelyről mi, túlélők számoltunk be. A bunker Zuluban állomásozó nagyérdemű civil politikusok és magasrangú katonatisztek szerint minden, ami a szánkból jött, kitaláció volt. Azt állították, hogy paranoiás és visszataszító mesékkel próbáljuk megmenteni a saját szamarunkat. Azt állították, hogy a bunker Charlie sem létezik. Az interjúteremben ültem egy 12 jogvédőből, orvosokból, katonai ügyészekből, helyi nemzeti szakértőkből és sok más emberből álló csoporttal, akiknek az volt a célja, hogy távol tartsanak minket másoktól, hogy megőrizzék a bunker Zulu politikailag korrekt homlokzatát. A Női Egyesült Államok beli ügyvéd, 93 éves, kivitt el téged és a többieket a bunker Zulutól. Mindannyiunknak a narancssárga kombinéjára vasaltuk a fogoly számunkat, az én számom a 93. Ezt a kérdést feltették. És már több százszor válaszoltam, emlékeztettem őket. Ilyen jellegű dolgok az első 3 hónapban előfordultak. Ezt követően további kivizsgálásra átvittek minket az egészségügyi részlegekre, ahol a narancssárga nadrágjainkat kórházi bőrradírra cserélték. Már nem vettek figyelembe minket gyanús, de mentálisan egészségtelen a pszichózis korai stádiumában. Minden szabadságunkat visszaállítottuk, de nem hagyhattuk el engedély nélkül az orvosi osztályt. A Vibe emelet Clean kampány túlélőink kívül még egy sereg sérült volt polgári méltóságok, helyi állampolgárok és orvosi ellátásra szoruló katonák is ezeken az egységeken tartózkodnak. Az egy négyzetmérföldes egészségügyi intézmény zsúfolásig megtelt mindenféle sérülést mutató emberrel. A fenekünkbe öltözve kigyulladt bozót, Jamie, én és még sokan mások a miénk melletti egységekben kóboroltunk. Az egyik első, amit meglátogattunk, egy égési egység az egy. Alfa egység volt, amelyben a legkevésbé súlyosnak titulált égési sérüléseket szenvedő betegek voltak, 300 ágyát kemosugárzás okozta égési sérülésekben szenvedő emberek foglalták el. Az ebben az egységben lévő betegek kevesebb figyelmet igényeltek az egészségügyi szakemberektől. A közösségi főiskola maroknyi ápoló szakos hallgatója volt felelős a napi működéséért. Ácsétáltunk az elfoglalt ágyak labirintusában. Az utasok vagy aludtak, vagy egyenesen ültek, és leveleket írtak, vagy magazinokat olvastak. Senkit sem ismertem az egy. Alfán. Jamie több osztálytársával is összefutott West Pointból. Mások olyan emberekkel találkoztak, akiket máshonnan ismertek, és mindannyian csevegtek és nevettek a múlt eseményein, és sírtak az öröm és a nyomorúság könnyei között. Az egység lakóinak túlnyomó többsége tudott másokról, akik náluk kevésbé szerencsések voltak. Könnyeket sírtak értük a bánatukból, de örömkönnyeket is sírtak, amiért hősi tetteket hajtottak végre és életben maradtak. Az egy. Bravo egység mellé költöztünk, ahol az enyhe égési sérüléseket szenvedők szállásolták el. A 600 ágyas egység zsúfolásig megtelt. A minősített egészségügyi szakemberek felügyeletét létfontosságúnak ítélték. Az egységben tartózkodók túlnyomó többsége aludt, altatásban részesült, akik ébren voltak, zombikként bolyongtak.
Az arcégési sérülései miatt ezek az emberek, akik korábban modellnek tűntek, olyanok lettek, mint az Unked. Házastársuk már nem ismerték fel őket. Maguk az égési áldozatok nem ismerték fel saját arcukat, ami elégetetlenül maradt, az a tükörben. Groteszk megjelenésükhöz hozzájárult szőrtelen fejük és a sugárzásnak kitett masszív égési hegek. Jamie, Hákágáj, a defrokált pap, a magas nigériai nő és még néhányan összefutottak valakivel, akit valahonnan ismertek, és beszélgettek. Gyengén nevettek, és vég nélkül sírtak. A 600 ágyas kollégiumi öböl közepén voltunk. A nigériai nő odarohant, és erős akcentussal beszélt. A rossz amerikai néhány apácával harcol, mondta nekünk. Oda vezetett minket. Amikor néhány méter távolságon belül voltunk, hangos kiabálást hallottunk a lepusztult pap és néhány apáca felől. 9 magas apáca volt Írországból és Németországból, fehér vászonba öltözve, csípőre tett kézzel álltak, és megvetően bámulták le a lepusztult papot. Rombongal ezredes megkérdezte, mi folyik itt? Miért olyan nagy a zaj? A betegeknek csendes helyre van szükségük a gyógyuláshoz. A nigériai nő így szólt, rossz amerikai, fogd be a szád. A levetkőzött pap felnyögött. Dühösen azt mondta, nem szeretem ezeket az apácákat. Hiányzik belőlük az apáca etikett. Nem szeretjük ezt az embert. Rosszul van, kiáltotta egy ír apáca. A közelben betegek guminyakúak felénk fordultak. Egyesek ökölcsapásra bíztattak. Mások mindenkire rákiáltottak, hogy maradjanak csendben. Több orvos és nővér is odajött, és kiutasítottak minket. Hákágáj és még sokan mások megragadták a leszereltet. Pap alkarját, és magával vonszolta, ennek még nincs vége. Még a közelébe sem, biztosította a defrokált pap a német apácák csoportját. Jó szabadulást, mondta az egyik apáca. Búcsút intettek a leszakított papnak. Visszatérve az orvosi részlegünkre, felszolgálták az ebédet. Miután megkaptuk a napiunkat. Én, a defrokált pap, Hákágáj, Jamie és még sokan mások ültünk az asztalnál, a legtöbben a 4. És a 6. napon. Rombong ezredes, 1. nap. Az 1. nap fele eltelt. Eddig számos orvos szakértő és pszichiáter mutatkozott be, és betekintést adott nekünk, hogy mire számíthatunk a 2. és 3. napon megbeszélték a vizsgálatok típusát és ajánlásokat fogalmaztak meg. Az osztályt pre-release unit PRU osztályba sorolták 1000 férőhelyjel, még mindig túl zsúfolt egy mérföldes várólista. A PRU fő feladata az volt, hogy minden betegnél orvosi kivizsgálást végezzen, mielőtt visszaengedné őket a szolgálatba. A maximális tartózkodási idő 6 nap volt, az 1-3, de minden szakterület... USS Donald J. Trump repülőgép hordozó. 9. Fejezet álomszekvencia 2 Delta Kukat Szöul, Dél-Korea 1. Epizód 2021. Október 25. A USS Donald J. Trump a csendes óceánon kötött ki valahol a koreai félsziget közelében, eddig túlélőink csoportja zárkában zárkóztak valahol a csatahajó egyik alsó szintjén, és arra vártak, hogy hadbíróság elé állítsák őket a nemzetközi katonai konfliktus idején elkövetett kötelességmulasztás vádjával. A Bunker Zulu nagy érdeműi arról számoltak be, hogy nemzetközi előkelőségekből, helyi állampolgárokból és fegyveres szolgálat tagjaiból álló szélhámos csoportok ütköztek. Ellentmondtak a Vibe Emelet Clean kampánnyal kapcsolatos állításainknak, mondván, hogy nem létezett ilyen kampány, és nem léteznek olyan lények, mint az Afflicted Things, vagy a mutáns buldogok, vagy bármely más lény, amelyről mi, túlélők számoltunk be. A Bunker Zuluban állomásozó nagyérdemű civil politikusok és magasrangú katonatisztek szerint minden, ami a szánkból jött, kitaláció volt. Azt állították, hogy paranoiás és visszataszító mesékkel próbáljuk megmenteni a saját szamarunkat. Azt állították...